Először rendezett Völgységi Pálinka mustrát, és immár harmadízben borversenyt Illés Pál. A verseny ötletgazdája azt mondja, szeretné, ha idővel országos szintűvé nőné ki magát a rendezvény. Szeretnék olyan fejlesztést véghez vinni a borversenyen, illetve a pálinka versenyen, mely országos szintűvé tudja magát kinőni. Szeretnénk, hogyha egy későbbiek folyamán egy akkreditált verseny tudna fejlődni ez az itt megrendezésre kerülő programsorozat, és így kis dologot erre a borászati térképre föl tudnánk helyezni. A borversenyre számos szekszárdi borászat és természetesen helyi és környékbeli termelők is neveztek. Idén a megméretetésre 98 minta érkezett, ebből megközelítőleg 30 érdemelt ki aranyminősítést. Három domináns fajta van, a fehér, rozé, vörös. Egy új kategória lépett itt most be ezen a rendezvényen, az pedig a gyöngyöző kategória. A Plantár pincének a gyöngyöző tétel az nagyon jól sikerült. A régióban, de szerintem országosan inkább a fehér és a rozé verziók az, amelyek divatosabbá váltak. Én speciál jobban szeretem a vörösborokat. Ha akarok egy jobb bort inni, az biztos, hogy vörösbor lesz és nem fehér rozé, de szívesen elfröccsözök bárkivel, hogyha van egy jó, erre alkalmas fehér vagy rozé tétele. A rozé és a fehér bor esetében a bírálók elsősorban a frissességet, az üdességet keresték. A vörösboroknál pedig az egészséges állapot, az egy alapvető szemlélet volt a bírát során. A vörösboroknál mennyire volt benne a gyümölcsösség tartalma, az elsődlegesége, mennyire volt benne a bódó érlésnek a jellemzői, így összessége határoztam a vörösboroknál azt, hogy mennyire piacos, mennyire ízléses és mennyire kedvetlet ez a tétel. Nagyon kevés olyan évjárat érkezett be, amely régebbinek mondható, dominánsan az új, a friss évjáratok, hiszen a rozé esetében versére küldeni csak olyan tételeket illene, ami éven belüli kategória, hiszen a rozénak a fő jellemzője frissesség, ropogosság, gyümölcsösség, üdesség. Ezeknek meg kell lenni a rozéban, mert ha ez a tételek nincsenek meg benne, akkor az már nem is érte megfelelő minőség, pozitív minősítést. Mivel reduktív borról van szó, így a fejleknél is ugyanezzel a szempontok valósulnak meg. A reduktív eljárásnak a paraméter szintén ezeket a rózsaságot ötvözi magába, tehát legyen gyümölcsös, friss, illatos, ropogos, olyan, aminek lennie kell, és ami egy kicsit fáradtabb, kicsit illatszegényebb, azok mind ennek megfelelően lettek alul díjazva, alul bírálva, nem is bírálva, de zsűrizve, inkább így mondanám. Az első alkalommal megrendezett pálinka mustra szakmai támogatója a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesülete volt. Almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok, szőlő, törköly és egyéb párlatok kategóriában lehetett nevezni. 68 minta érkezett, mondja a szervező. Ezek nagyjából 30%-ának a bírák szintén odaítélték az aranyat. Különlegesebbnél különlegesebb ízvilágú párlatokat kóstolhatott a zsűri. Technikáknak, a technológiáknak köszönhetően ezekben minden olyan ott van, ami körkőben volt kellene, de mégsem olyan bűnös, hogy elhagyom, még a harmadik szomszédban is előre. A körkő kategóriát 100 g-ban ultramini törkőn nyerte. Nekem meglepő volt az a fajta kínálat, az a fajta színesség, ami a pálinkákat jellemezte, hiszen ezek a pálinkák olyanokba terültek össze, mint kökény, sárgagaszt, traméni szőlő, talán traméni volt a 100 gáboréknak az egyik legjobb tételük a kategóriai összeslet, de a magyar fajták, hogy a barackokban a kajszi, az teljesen jó szerepelt. Úgyhogy nekem speciál a kajszi, a magyar kajszi egy kedvenc barackpálinkám, de itt mind a bogyós, mind az almaterméseknél szerintem színes és nagyon jó minősítétek jöttek össze. A bírák pedig mind országos akkreditált bírói jogosítványokkal rendelkeznek,
többiknek volt pálinka szakmérnöki végzettsége, akik nem most, már korábban kezdték ezeket a fajta zsűrizéseket, bírátokat, így gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeztek arra vonatkozva, hogy ezt megfelelő lehető legnagyobb objektivitással döntsek el a tételekről, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó. A díjátadó zárásaként a szervezők svéd asztalos vacsorával kedveskedtek a résztvevőknek, majd zenés mulatság vette kezdetét.